Vendégünk Néma Attiláné Ella, a Parázs Pasztorális Központ koordinátora, akivel a holnap kezdődő Házasság Hete programsorozatról beszélgetünk. Jó estét kívánok! Köszöntöm, Ella! Először is, aki még esetleg nem ismerné a Házasság Hetét, és nem hallott volna róla, annak mondjuk el, hogy mit takar ez a kifejezés, mi a Házasság Hete? A Házasság Hetét Angliában kezdeményezték, és most már elterjedt az egész világon. Magyarországon is évtizedek óta, közel 20 éve megrendezik, budapesti központi szervezéssel, de minden város, minden település eléggé szabad kezet kap abban, hogy milyen programokat nyújt ezen a héten. Mi is továbbadtunk már nagyon sok saját programunkat más városoknak. És ugye nem véletlen az időpont sem. Nem, hiszen a Valentin naphoz, Szent Bálint napjához köthető, tehát február 14-e mindig beleesik ebbe a hétbe, ami országosan vasárnaptól vasárnapig tart, de Kecskeméten annyira sok program van, hogy szerettünk volna még egy szombattal hosszabbítani, hiszen az egy szabad nap a pároknak, családoknak, és így nálunk most már évek óta előző szombattól 14-e körüli vasárnapig tart. Tehát így akkor két hétvége is beleesik. Igen, két teljes hétvége. A résztvevők a programokat látogatni. Milyen programok lesznek Kecskeméten idén? Kecskeméten a Házasság Hete programfüzetben is megtalálható az a 40 program, amivel várjuk a résztvevőket, és nem csak párokat várunk, sőt nem csak házas párokat várunk, hanem akár családdal, gyermekkel is érkezhetnek. Például a Kecskeméti fürdő is tart egy családi napot, illetve külön páros szauna programokat, de a Ciro Kabáb Színházba is be lehet menni, lesznek külön előadások. Bocsássanak, hogy közvágok, részletezzük majd a programokat, de hogyha valakihez ez a füzet nem jut el, akkor a neten merre találja meg pontosan a programok helyét, idejét? A neten megtalálhatja a Szerelmi Kalantúra oldalán, a szervezők, a partnereink oldalain biztosan fönt van, a Parázs Központ honlapján is fönt van, részletesen letölthető formátumban is, tehát onnan lehet mazsolázni. Jó, akkor visszatérünk a programokra. Tehát például a Kecskeméti fürdő is részt vesz, de sok más intézményhelyszín. A város... Egy-két érdekességet említene nekünk. A város legtöbb patinás intézménye részt vesz, tehát a Ciro Kabáb Színház, Cifra Palota, Otthon Mozi, Ifjúsági Otthon egy-egy programmal, vagy akár több héten áttartó állomás biztosításával a Szerelmi Kalantúrán. Nagyon sok szakember csatlakozott a programhoz, kiemelném a lelkesítő ökumenikus családterápiás műhely szakembereit, akik február 12-én fognak az egészségügyi szakiskolában tartani egy egész komoly délutánt. Tehát nagyon-nagyon széles a paletta, nehéz is felsorolni így mindenkit. Mekkora az érdeklődés a programokra az elmúlt évek tapasztalatai alapján? Mennyire sikerül megmozgatni a kecskemétieket? Egyre többen bekapcsolódnak, egyre több civil szervezet, és most szélesebb egyházi összefogás is van ebben az évben. Tehát arra számítunk, hogy a növekvő programokhoz növekvő résztvevői létszám is fog tartozni. Milyen tapasztalatok, milyen visszajelzések vannak? Ugye ön már több éve részt vesz ebben a programban, és a résztvevőktől biztos, hogy kapott már visszajelzéseket. Igen, hát leginkább a Szerelmi Kalantúráról tudok visszajelzéseket, hiszen ott konkrétan gyűjtjük is a visszajelzéseket a záróesten, de az ugye több hétig tart ez a program, és mindenképpen, ami a szándékunk ezzel, hogy párkapcsolat megerősítő legyen, az sikerül. Mindig fedeznek fel új dolgokat a párok egymásban, sőt, születnek barátságok is akár, tehát több fiatal házas vagy idősebb házas ott barátkozik össze. Említenek konkrét eseményeket, ilyen érdekes találkozásokat nyilván név nélkül, amik az elmúlt években megtörténtek, és úgymond szívet melengető történetek? Eleve jó azt látni, hogy sokan vagyunk egy-egy programon, tehát például a Szerelem Íze vacsora esten, ami az Arany Homok szállodában szokott minden évben megvalósulni, és elég gyorsan olyan egy-két hét alatt betelnek a helyek, ez idén is így volt. Idén 50 pár fog eljönni, tehát úgy kell elképzelni, hogy 50 két személyes gyertyafényes asztalnál ülnek a párok, fantasztikus négy fogásból álló menüsort fogyasztanak el, és közben olyan játékos feladatokat adunk, ami simán kivitelezhető fiatalabbaknak, idősebbeknek, legtöbbször szemüvekkel hozzá, hogyha valaki anélkül nem lát, erre külön felhívjuk mindig a figyelmet, hiszen
Egy ilyen tréning jellege van gyakorlatilag, de egy nagyon remek hangulatban zajlik ez az este. És ott célunk az is, hogy ne csak kettesbe beszélgessenek a párok, hanem néha találkozzanak másokkal. Például egy egyszerű kis feladat, hogy mutasd be a párodat legalább másik három párnak. Persze, valami jó tulajdonságával természetesen, hiszen nem szeretnénk valami konfliktus kezelésbe csapni ott a női mosdóba mondjuk. Volt már erre is példa. Úgyhogy pozitív érzéseket igyekszünk ébreszteni. Ez a program például szakemberek, valamilyen módon hozzáértő emberek által van összeállítva. Igen. Tehát figyelnek a szakmaiságra is. Igen, hát párkapcsolati trénerként a férjemmel vezetjük ezt a programot, és voltak már olyan évek, amikor bevontunk más házas párokat is ebben, akár ötletadóként, akár társ szervezőként. És gondolom azért is ilyen népszerű, mert hogyha a tényleg ilyen népszerű, akkor már minden jegyelket, aki tavaly volt, vagy előtte, az újra visszamegy. Igen, sokan vannak ezzel így, és sokan jelzik amikor lemaradnak erről, hogy csináljunk még egyet. Gondolkozunk rajta, de azt gondolom, hogy az erőink most ezt az egy estét biztosítják. Illetve máshova is megyünk ezzel a programmal. Beszéljünk a szerelmi kalantúráról. Ugye ez egy több hetes program, rendezvény sorozata a házasság hetének a keretében. Mi ez tulajdonképpen? Párkapcsolatépítő játék. Ahol mi találjuk ki a randi helyszíneket, és sokszor az ehhez kapcsolódó feladatokat is. Itt is a város patinás intézményei számos szolgáltatója, tehát akár borbár, sörház, a lakiteleki pálinkaház is csatlakozott például most, vagy kávézók, cukrászdák is állomásai. Hány állomás van, ezt akartam kérdezni? 30 állomása van a kalantúrának, de a 30 állomáson 40 pont gyűjthető összesen. Mindig vannak maximalisták, de minimum 10 pontot kell ahhoz gyűjteni, hogy a nyeremény sorsoláson, ami a záróesten kerül sorra, részt vehessen egy-egy pár. Ezt a 10 pontot, ha valaki nagyon a minimumra szorítkozik, akkor igazából akár egy délután is összegyűjteti. Vannak online állomások is, a Kecskeméti Mami és a trendalelke.hu biztosítanak online állomást, tehát akár otthonról kivitelezhető, és a városközpontban vannak többnyire azok a szolgáltatók, akik csatlakoznak a kalantúrához. Mikor indul a kalantúra, és mennyi ideig tart? Február 8-án indul, nem minden állomás érhető el folyamatosan 6 hét alatt, van, amelyik csak bizonyos időpontban, például gyermekre vágyóknak lesz egy kerekasztal beszélgetés szakértőkkel és érintett családokkal, vagy a természetes termékenység, tudatos fogamzás szabályozásról is lesz egy előadás. Tehát vannak olyan előadások, amik egy-egy alkalommal érhetőek el, és vannak, amik akár 6 héten keresztül. Tehát, hogyha valaki február 8-án nem indul-e a programsorozaton, az ne aggódjon. Ne aggódjon, mert egészen március 20-áig azt gondolom érdemes csatlakozni, hát akár még 26-án is csatlakozhatna ahhoz, hogy 28-ára befusson a záróestre a nyereményekért, és hát a nyeremények között páros fotózás lesz például az egyik fődíj, wellness hétvégék, több is kisorsolásra kerül, és hát ez a Tesla élményvezetés, ami 60 perc, ez azt gondolom, hogy egy igazán akár férfiakat is megmozgató esemény vagy nyeremény lehet, és ezt így megsúgom a férfiaknak, hogyha beneveznek a szerelmi kalantúrára, van, hogy egy férj, egy hát most férfi motiváljuk nevez. Őket, ha jól értem. Igen, abszolút. Nem, inkább adok egy tippet, biztos, hogy megdobogtatják a párjuk szívét. Tehát inkább a nők azok, akik szeretnék egy kicsit frissíteni a kapcsolatot, és ezért, hogyha egy férfi benevez valami ilyen eseményre, azt gondolom, hogy azzal nagyon jó pontokat szerez a párjánál. Szerelmi kalantúra az az önök gyermeket szülebb találmánya, ugye, és ha jól tudom, másoknak is átadták már az országban ezt az ötletet. Az alapötletet a Szegedi Családpasztorációs Irodától vettük mi is, és azóta már számos változatban elterjedt Magyarországon, és mi is tartottunk kifejezetten olyan képzést is, ami a szervezőknek szól, tehát átadtuk a saját szervezési tapasztalatainkat, ezt nagyon szívesen megosztjuk másokkal. Tehát más városokban is elérhető. Igen. Már a szerelmi kalantúra, és igen, ott is hasonlóképpen több hétig tart, mint nálunk. Nem föltétlen, van, ahol akár csak online feladatokból áll, van, ahol mondjuk csak 4 feladat. Én nagyon javaslom, hogy érdemes bárhol elkezdeni, és mindig a
település méretére szabni természetesen, hogy, és a szervezők teherbírására, munkabírására, illetve hát az önkéntesek munkabírására szabni. Kedves Ella, köszönöm szépen, hogy eljött, megismertette velünk a házasság hete, illetve a szerelmi kalantúra programjait. Én kívánom, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a programokon. Köszönjük szépen, várjuk a jelentkezőket. Köszönjük.